Most pedig az SZSD frakció nevében Szoboda úr él szó. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a tanácsnak és a bizottságnak a világos szavakért. Gondolhatnánk, hogy a bizottság azért egy kicsit aktívabban is foglalkoztatott volna a dologgal, de most nem erről van szó, amikor Barroso úr szavaira utalok vissza. Orbán miniszterelnök úr, nem először beszélgetünk itt, és hát el kellene gondolkozni azon, hogy miért beszélünk megint Magyarországról. Illetve nem is Magyarországról, hanem arról, amit az ön kormánya tesz. Kifogásoltunk néhány törvény, de ezek lényeges törvények. Az adatvédelmi biztos, a jegybank és az igazságszolgáltatása, a bíróságok függetlenségének a kérdése. Nem egyes intézkedéseket bírálunk, hanem az amögött meghúzódó szellemiséget. Európai értékek alapján folyik az átalakítás, mondta ön. De európai értékek, a demokrácia az, hogy változnak a kormányok, és ön ezt akarja megakadályozni. Ön a hatalmat akarja gyakorolni, és a szerződések szelleme ellen van ez. Dohl kollega, mélységesen csalódtam az ön állásfoglalásától, mert ebben nem volt benne ez a szellemiség. Orbán úr az Európai Néppárt tagja, és önöknek kellene kezdeményezéseket tenni, még az bizottságnál inkább is önöknek kellene, hogy elmondják Orbán úrnak, hogy mi az, ami helyes és mi az, ami helytelen az ő politikájában. És ami különösen mélyen érintett miniszterelnök úr, Orbán úr, ön ugyanolyan jól tudja, mint én. Nagyon sokan, akik a nemzeti szocializmus ellen küzdöttek, azokat becsukták, azután küzdöttek a kommunizmus ellen, és most őket érinti az önök intézkedése is. Miért küzdöttek a szabadságért, hogyha most ismét részenként visszaveszi tőlük a szabadságot, hogyha a parlamentben nem akar odafigyelni arra, amit mondanak, akkor hallgassa meg az embereket. Itt ebben a teremben Buzek elnök úr, Václav Havel múlhatatlan érdemeiről beszélt. Vegyen példát Václav Haverről. Ő mindig a kommunizmus ellen küzdött, de mindig a szabadságért. És Orbán úr és a kormány képviselői, Horvátország raportőreként köszönöm önnek, hogy segített abban, hogy Horvátország bekerüljön az EU-ba. Ön is tudja, mint én is, Horvátországot egy olyan kormány, amit az Orbán kormány nem vettük volna fel, nem teljesítette volna a kritériumokat. Most gondoskodjon arról, Orbán úr, hogy Magyarország megfeleljen a kritériumoknak. Kolléga! Kolléga Szoboda! Szoboda, képviselőtársam. Dohl úrhoz fordult kérdése, Dohl úr válaszolhat. Tisztelt elnök úr, mélyreható vita ez a mai, az értékekről szól, az elvekről, és fölteszem a kérdést, hogy a szocialista elnyomó rendszer miatt kellett-e már biztost küldeni Magyarországra? Erről én nem hallottam. Nem volt ilyen elnyomás. Bilenc Móra. Herr Dohl, das ist mir nicht bekannt. Nem tudom, Dohl úr, hogy kéréssel fordult ilyen irányban. Ezt megvitathattuk volna. Csodálkozom azon, hogy például a lengyel képviselőtársaim tapsolnak egyszerre Václav Havelnek és Orbánnak. Világok állnak kettőjük között, ezt be kell látnunk, és én bizony Václav Havel mellett török lándzsát. Köszönöm. Most pedig megadom a szót a liberális frakció elnökének, Guy Verhofstadtnak 3,5 percben. First of all, I have to tell you... Köszönöm, elnök úr. Személyesen nagyon sajnálom, hogy ez a vita a ház két oldala között folyik. Hiszen ha az Európai Unió alapértékeiről vitázunk, nem helyén való szerintem, hogy így reagálnak a frakciók, ahogy ma teszik. Itt egy kis dokumentum előttem, amely összesen 30 jogsértést tartalmaz, alapvető kérdéseket vet föl, és úgy gondolom súlyos aggályokat is megfogalmaz. A szerződések 2. és 4. cikkével kapcsolatban. A jogsértések
kérdések, aggályok tekintetében az új magyar alkotmánya kapcsolatos aggályok, a bíróság függetlenségét érintő, a médiatörvénnyel foglalkozó, az adatvédelmi biztossal foglalkozó, az MKB-val foglalkozó, az új egyházügyi törvénnyel foglalkozó és más egyéb sarkalatos törvénnyel kapcsolatos aggály fogalmazódik meg ezen a dokumentumon. Elnök úr, ne értsük félre egymást. Nem én írtam meg ezt a listát. Ez bizony nem más, mint összefoglalója azon tényeknek és azon panaszoknak, amelyek hivatalos levelekben fogalmazódtak meg, nemzetközi hatóságok és szervezetek leveleiben és dokumentumaiban az Európai Bizottság elnöke, az Európa Tanács főtitkára, az Európai Unió alapjogi biztosa, a Velencei Bizottság, az Európai Együttműködési Biztonsági Szervezet, az Európai Központi Bank, az IMF, az amerikai kormány, pontosabban az Egyesült Államok külügyminisztere vannak a listán, és nem tettem hozzá ehhez a listához más szervezetek panaszait, mint például az Amnesty International, a Human Rights Watch és egyéb civil szervezetek, amelyek az utcán is tüntettek. Pusztán összefoglalója a hivatalos panaszoknak, hivatalos szervezetek panaszainak ez a lista. Úgyhogy azt mondani, hogy ma nincs gond Magyarországon, és nincs nagy baj, hát ezt mondani eléggé meglepő. Tegnap az Európai Bizottság jogsértési eljárásokat indított három kérdéssel kapcsolatban. Fogalmazunk világosan, Barroso úr, többről van itt szó. Nem pusztán jogtechnikai kérdésekkel foglalkozunk meg, és tudom persze, hogy egy levelet is említett, egy fontos levelet, mely egyéb kérdéseket is felvet. Hiszen arra van szükség most, hogy ne technikai, szakmai kérdésekről vitázzunk, mint ahogy az év elején tettük, hanem ellenőrizzük azt, az alkotmány és a sarkalatos törvények megfelelnek-e azoknak az európai értékeknek, amelyek a szerződések 2. cikkében vannak. Demokrácia, jogállamiság, vallásszabadság, szólásszabadság és így tovább. Úgy gondolom tehát, hogy az Európai Bizottság szerepén túl, amelyet a jogsértési eljárásokban indított el, a mi házunk is hatalmas felelősséggel bír a szerződések alapján, és ez kötelez bennünket lépésre, és ezért hívunk fel minden képviselőt. Nem a jobb oldalt, a bal oldal ellen és vice versa, hanem a Libe Szakbizottságban ülő minden képviselőt, hogy a 7. cikk 1-es bekezdésének megfelelően indítson vizsgálatot, hogy igen vagy nem. Lehet persze, hogy nem a válasz, tehát igen vagy nem mondható-e arra a kérdésre, hogy fennáll a kockázata annak, hogy súlyosan megsértik azokat az értékeket, amelyeket vallunk, és amelyekre lépnünk kell. És elnök úr, egy személyes üzenetet is megfogalmaznék magának Orbán úrnak. Lássuk be először is, Orbán úr hatalmas munkát végzett, hogy kommunizmus és a diktatúra ellen fellépett akkoriban. Ám jelenleg azt hiszem rossz úton jár. Hallgassa meg, hogy múltbeli társai mit mondanak ma. És megismétlek egy nyílt levelet, néhány nappal ezelőtt küldték el ezt önnek, kollégái, Dalos György. Mindjárt befejezem. Kennedy János és Konrád György írtak egy levelet önnek. Elnök, kérem fejezze be, tudom elnök úr, Magyarország példája annak, hogy mi történik akkor, hogyha a hatalom koncentrálódik tekintélyelvű eszközökkel és nacionalista elszigetelődéssel párosulva. És a végén azt mondja Dalos, Konrád és Kennedy úr, utolsó szavai, elnök úr, a levelet azzal zárják, lehet, hogy jó gondolat Orbán úr, hogy azonnal lépjünk, akkor, ha valaki beletörli a cipőjét a liberális demokrácia értékeibe. Felhoztad.
Verhofstadt úr, 30 másodperc van a válaszra. Köszönöm, elnök úr. Nem hiszem, hogy a probléma abban áll, hogy ez vagy az a cikk rossz, hanem az egész mögötte álló filozófia, a működés mögötti filozófia rossz. Igen. Ami világosan kifejezésre került, nagyon szép mondatban, a szerintem legnagyobb magyar író részéről, Márai Sándor 42-ben azt írta, egy válaszolhatok? Nem érdekli önöket a válasz. Hát az önök baja, a gond az, hogy az Európai Unió értékekre és elvekre alapul. Ezek alkalmazandóak. Északon, délen, nyugaton és keleten egyaránt. És erről van itt szó. Nem az euróról van szó, hanem az értékeink válságáról. Most pedig Kohn Bendit úré a szó. 5 perce van. Kicsit visszatekerné az órát, kicsit megnyugodhatna a terem, mielőtt elkezdenék beszélni. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy álmodom azért, mert az európai közvéleménynek úgy tűnik fáj a feje. Minden újságban, jobb és baloldali újságokban magyar probléma létezik, és itt van a magyar miniszterelnök, illetve az Európai Parlament jobb oldala, akik azt mondják, nincs magyar probléma, tehát úgy tűnik, hogy skizofrének vagyunk. Én egyetlen dolgot szeretnék mondani önöknek nagyon egyszerűen, az Európai Unió nem lábtörlő, hanem egy közös ház, egy közös konstrukció, Orbán Viktor úr. És Magyarországon egy közleményt adott ki, azt mondta, Strasbourgba megyek, és megvédem Magyarország hírnevét a baloldali agresszió, illetve a nemzetközi és európai agresszió ellen. Nos, Clinton asszony baloldalhoz tartozik, üdvözlöm a klubban, Merkel asszony is, üdvözlöm a klubban, Juppé úr a baloldalhoz tartozik, üdvözlöm a klubban. Nos, azt hiszem, hogy tiszta zűrzavart látunk, Orbán úr eljött hozzánk, és azt mondja, mindent megtettem, hogy megváltoztassam a sztálini alkotmányt. Itt van Dohl úr, aki az ön pártjához tartozik, és azt mondja, sztálini alkotmány volt az. Tehát ez azt jelenti, hogy az egész parlament, önök, mindenki teljesen őrült, hiszen befogadtunk egy országot az Európai Unióba, amelynek sztálini alkotmánya van. Őrültek vagyunk, önök őrültek. Hát ez lehetetlenség, hogyan tettük ezt? Szégyen ránk, Orbán úr, az ön országa, illetve pártja belépett az Európai Unióba, és akkor nem hallottam a konzervatívoktól egyetlen egyszer sem egy olyan nyilatkozatot, hogy várjunk, ne fogadjunk be egy olyan országot, amelynek sztálini alkotmánya van. Tehát hagyjuk abba ezt a hülyeséget. Igaz, igaz, új irányba is haladhatunk, rossz irányba is haladhatunk. Ön pedig azt mondja, hogy Chávez, Castro és a totalitárius és tekintély elvű kormányok irányába megy. Önökkel közösen harcolunk ez ellen, önnek, és nincsen erőnk arra, hogy Orbán ellen vegyük fel a harcot. Egy példát, 3 példát szeretnék önöknek mondani, amely személy szerint is érint engem. Budapest polgármestere, főpolgármestere, aki az ő pártjához tartozik, Orbán pártjához tartozik, egy színház igazgatóját kinevezte,
aki nem csak hogy a szélső jobb oldalhoz tartozik, hanem antiszemita. És azt mondta, hogy soha, soha nem fogjuk elfogadni azt, hogy nacionalista és antiszemita érvek érvényesüljenek Magyarországon, most pedig ezt az embert rehabilitálják, és a Fidesz rehabilitálja ezt az embert. Hogyha ezzel nem értenek egyet, egy egyszerű dolgot szeretnék mondani. Kövessük Guy Verhofstadt javaslatát, és küldjünk delegációt a hetes cikkely alapján. Ki kell mondani azt, hogy a hajléktalanok miért félnek Magyarországon, az értelmiség miért fél Magyarországon, és a zsidó családom miért fél Magyarországon, miért van az, hogy az alkotmány szellemisége félelmet kelt a magyar állampolgárokban, még akkor is, hogyha önnek többsége van, a kisebbség nem félhet az ön országában, Orbán úr. És ezért, aki itt van, és biztos abban, hogy nincs Magyarországon demokratikus probléma, forduljon a hetes cikk felé, és hogyha igazuk van, ha úgy találják, hogy igazuk van, akkor bocsánatot kérek, ha viszont úgy látják, hogy nincs igazuk, akkor tisztelt konzervatív urak és hölgyek, tőlem kell bocsánatot kérni, hiszen a demokráciáért harcolunk, és nem lehet, hogy a saját családunkat érje sérelem, és itt az elnök félbeszakítja a hozzászólást. Harcolnunk kell a szabadságért, és bátraknak kell lennünk, és az elnök félbeszakítja a hozzászólást. Köszönöm. Köszönöm, Cohn-Bendit úr. Mauro úrhoz fordulnék. Borduló önnehez kérdéssel. Egyetért fogadja a kérdést Mauro úrtól? Mauro úr, tegye fel a kérdést. Grazie, signor presidente. Volevo chiedere... Köszönöm, elnök úr. Cohn-Bendit úrtól azt szeretném megkérdezni, ő, ahogy én is, annak idején Magyarország csatlakozása mellett szavazott. Úgy érzi, hogy megfelelő lépés volna visszatérni a korábbi alkotmányra? Úgy gondolja, hogy az új alkotmány nem megfelelően szavazták, meg nem legitim az új alkotmány? Tisztelt Mauro úr, egy dolgot szeretnék mondani. Sosem mondtam, hogy vissza kell térni a régi alkotmányhoz. Egyszerűen annyit mondtam, hogy esetleg a jelenlegi alkotmány nem jó. Putyin úr új alkotmányt hozott létre, az nem jó lehet, annak ellenére, hogy nem ugyanaz, mint a szovjet kori alkotmány. Tehát ez az első leszögezni való, a második dolog. Orbán úr azt mondja itt, hogy nagyszerű a parlament, megváltoztatta a parlament működési módját, és így nincs vita lehetőség, nem lehet vitázni az alkotmányról. Ezt igazságosnak tartja? Igazságosnak tartja, hogy 48 órán belül megváltoztassák az alkotmányt? A konzervatív reform frakció nevében Bókos Lajos úr kap szót. Vielen Dank. Köszönöm. During the holiday... Nemzetközi sajtó példátlan figyelmet szentelt Magyarországnak a karácsonyi szünetben. Nem csak a baloldali, hanem konzervatív lapok is Magyarországról cikkeztek. Sajnálatos módon minden komoly jelentés negatív hangulatú volt. Magyarország kettős válságtól szenved. Egy gazdasági és fiskális egyrészt válságtól, amely az irracionális és sok esetben destruktív és nem őszinte kormánypolitikából adódik, és van egy politikai válság is, amely az új alkotmányból és egy sor gyorsan elfogadott sarkalatos törvényből adódik. Az Európai Bizottság belátta, hogy valami nagy baj van Magyarországon, ám szeretném felhúzni az európai intézmények figyelmét arra, hogy nem csak a központi bank, az adatvédelmi biztos és a bírósággal kapcsolatos törvények sértik meg az Európai Unió közös szabályait és értékeit.
a jogállamiságot szűnyegbombázás érte Magyarországon. Minden nem kormányzati, egy sor nem kormányzati szervezet áldozatul esett ennek a politikának. Az Alkotmánybíróság, az Ombudsman, a versenyhivatal megszenvedte ezeket a változásokat. Nevetségesette a számbevőszéket és a médiahatóságot. Állami a párt állami embereket nevezett ki ezeknek a hivataloknak az élére, és ezt megerősítették a sarkalatos torványok. Még súlyosabbá tette a helyzetet az, hogy a parlamenti ellenzék nem tudta semmi hatást gyakorolni ezekre a jogszabályokra. Utolsó pillanatban nyújtották be egyéni kezdeményezésként vita nélkül és szakmai kontroll nélkül ezeket a jogalkotásokat. A régi alkotmány, ami nem volt sztalinista, másfél évben 10-szer módosították, hogy elkerüljék a felügyeletet. Az Alkotmánybíróság első elnöke az alkotmányos kultúra szétrombolásnak nevezte ezt a gyakorlatot. A miniszterelnök azt mondta múlt héten egy interjúban, hogy az a célja, hogy a következő 10 kormány kezét is megkösse. Ez a jogi szőnyegbombázás alapján Magyarország hosszú ideig kormányozhatatlanná válik majd. A német sajtó jobboldali konzervatív kormánynak nevezik ezt a kormányt, ez hiba. Államosították a magánnyugdíjakat, és aláásták a tulajdon értékét. Aláásták a befektetők bizalmát, növelték az adósságot. Az emberek megszenvedték ezeket mindenféle ok nélkül. Az állampolgárok Ausztriába viszik ki megtakarításokat. Populista és nacionalista politika pedig alássa Magyarország alapérdekeit. A konzervatívok azt várják Európától, hogy megvédik a jogállamiságot és a demokratikus intézmények működését Magyarországon. Tudjuk, hogy nekünk kell megharcolni ezt, és csak a magyar nép tudja ezt a harcot sikerre vinni. Remélem, hogy tovább viszik ezt a harcot maguk a magyarok. Köszönöm szépen, Bokros úr. Az Egyesült Baloldal nevében Verzsia úr a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ma délután kicsit szürrealista ülésen veszünk részt. Valóban a demokráciáról, a jogállamiságról és az alapvető emberi jogokról van szó. A miniszterelnök eljött hozzánk, hogy magyarázattal szolgáljon. Ez szokatlan, és tudomásul kell vennünk, figyelembe kell vennünk. Örülhetnénk, hogyha nem azt gondolnánk, hogy ez csak a belügyeket szolgálja. Miről is beszélünk ma? Egy olyan alkotmányról, amelyet pár hét alatt szavaztak meg, és a kormány, amely nagy többséget élvez, ezt véghez vitte, mindenki tudja, hogy ez a körülményeken alapuló többség. Az alkotmány január 1-én lépett életbe, és mindeközben áprilistól idáig mintegy 300 törvényt hoztak létre, mintegy 30 sarkalatos törvényt, amelyek nagyon fontos kérdésekkel foglalkoznak, és az európai értékeket érintik. A bíróság függetlensége forog kockán, de emellett a média pluralizmus, illetve a nacionalizmus kérdése. A köztársasági forma, valamint az egyház, illetve a keresztény értékek, a család értékei, a kisebbségek kérdése, különösen a homoszexuálisok és a rómák kérdése, a szakszervezeti szabadság, és így tovább hosszú a lista. Az Európai Parlament júliusban fordult a bizottsághoz, de decemberig kellett várni, hogy Barroso úr szánjon figyelmet erre a kérdésre, és odafigyeljen a Magyar Nemzeti Bank függetlenségére. Nos, szépen statuálja ez az európai értékeket. A tegnapi jogsértési eljárás nem felel meg a probléma súlyosságának. Oda kell figyelnünk a pénzügyi válságra, hiszen minden nap azt látjuk, hogy az Európai Unió nem tud erre reagálni, és egyre súlyosabb a helyzet, emelkedik a nacionalizmus. Figyeljünk oda arra, hogy mi történik, és próbáljuk megnyerni a történelmet. Tudjuk, hogy segíteni kell a magyar demokratákat, Nem manipulálják őket, egyedül egy dolgot tesznek, az értékekben hisznek, azokban az értékekben, ahogyan Anne Soucy
King is elmondta, ezek univerzális értékek, a demokrácia, illetve a jogállamiság emberi jogi értékek. Vielen Dank. Tisztelt elnök úr! Magyar patriótaként és európaiként is nagyon rossz érzéssel élem meg a mai vitát. Az Orbán kormány teljes mértékben rászolgált az éles bírálatokra, ám azok hazámra is árnyékot vetnek. Tudom, hogy amikor a magyar kormányt jobb belátásra kívánja bírni az Európai Bizottság, egy pillanatig sem akarják megbántani, főként megbüntetni a magyar népet. És ez így helyes. Bár a magyar kormány számos az európai értékekkel ellentétes intézkedést tett, mégis túlzásnak tartom, hogy bárki Hugo Chávez-nek, Puszta Putyinnak vagy diktátornak nevezze Orbán Viktort. Igaz, sajnálatos módon ma már nem nevezhetjük őt valódi demokratának, de a személyes méltóság a magyar miniszterelnököt is megilleti. Kérem Schulz, Barroso, elnök urakat, a dán elnökséget, hogy tudatosítsák a magyar polgárokban, hogy az unió nem diktál, nem dirigál, ez nem Európa stílusa. Az Európai Unió nem egy külső hatalom, hiszen mi magyarok is részesei vagyunk e közösségnek. Az Unió mi is vagyunk. Az Európai Unióban, mint minden családban szokás, sőt morális kötelesség figyelmeztetni azt a családtagot, aki rossz útra tévedt. Az eltévedés leginkább az érintettnek rossz, de a közösség egésze is kárt szenved tőle. Ha Magyarországon rosszabbul élnek az emberek, önkényesen elvehetik szerzett jogaikat, nyugdíjjogosultságukat. Ha kétharmaddal bebetonozott adórendszerrel dolgozók millióit sújtják és a gazdagokat jutalmazzák, és ez elsősorban magyar társadalomnak fáj. Valójában az Orbán kormány bünteti a magyar népet, és nem az általa kárhoztatott Európai Unió. Elsődlegesen Magyarországnak, és csak másodszorban az Európai Uniónak az érdeke az, hogy hazánkban újra legyen igazi jogállam, valódi sajtószabadság, az államcsődöt elkerülő felelős gazdaságpolitika, legyen leváltható a többség bizalmát elvesztő kormány. Felelős patriótaként azt kívánom, hogy Magyarország legyen újra demokratikus, gazdaságilag gyarapodó, Félenk. Értékrendjében egyszerre nemzeti és európai, ez a magyar és az európai polgárok közös érdeke. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm. Most az ALDE frakciónőjében Renate Weber asszonyé a szó. Köszönöm. Kedves kollégák, a hetedik cikk első bekezdése egy olyan eljárás, aminek a célja az, hogy megvédhessük az EU alapértékeit és elveit. A jogsértési eljárás, amit a bizottság indított, néhány EU irányelven alapul, de nem érinti a szerződés második cikkét. Eljött az ideje annak, hogy ez a parlament, amelyet közvetlenül választottak, és amely az EU polgárait képviseli, hogy jó politikai jelzéseket fogalmazzon meg. Több száz üzenet érkezett hozzánk, amiben ezt kérték tőlünk. Legyünk őszinték. Egyetlen egy tagjelölt ország sem csatlakozhatna az Unióhoz ma, hogyha a helyzet hasonló lenne ahhoz, mint amilyen ma Magyarországon. Hogy mondjak néhány példát. A parlament tudomására jutott, hogy a hatalmon lévő párt nem csak a mostani törvényeket, hanem hosszú évekre előre meghatározni, meg akarja határozni, be akarja betonozni a törvényeket. Az bíróságok függetlenségét komoly veszély fenyegeti, ugyanis egy nemzeti bírói hivatalt hoztak létre, a vezetőjét 9 évre nevezték ki kétharmados többséggel, amit ugye a Fidesz jelent. Cenzúrálják a médiát, az audiovizuális média politikai ellenőrzés alatt áll, és önkényes módon történik a média szabályozása.
pénzügyi gazdasági rendszert is sok veszély fenyegeti. Egy olyan kormányt láttunk magunk előtt, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy uralma gyakoroljon, ellenzést gyakoroljon az egész társadalom felett. Kedves kollégák, az alapvető értékek, a demokrácia tiszteletben tartása Európában azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk az Európai Unió alapértékeit és alapelveit. Köszönöm, Weber asszony, most pedig egy percben Sargentini asszony a szó. Köszönöm, elnök úr. Miniszterelnök úr, a parlamenti kétharmados többséggel sem feltétlenül kell az alkotmányt átírni, nem feltétlenül kell a kisebbségek nyakára tenni a kést, nem feltétlenül kell ezeket a lépéseket megtenni egy kormánynak. Ez itt a fő kérdés. Miért nem úgy működik az önkormánya, ahogy a normális kormányok teszik? Egyetlen más ország sem emelné fel a szavát ez ellen. Az Európai Bizottság sem szólalna fel egy ilyen kormányzással szemben, nem indulna jogsértési eljárás három témában is. Ön azt mondta, hogy két-három apróságot módosítanak majd ennek következményeképpen, és akkor majd vissza vonják a jogsértést, ahogy ez történt a média törvény esetében is. Amikor is a bizottság által bírált három ponton módosították a média törvényt, azután aztán elvesztette egy sor újságíró az állását, frekvenci engedélyeket vontak vissza. A kérdésem az, miért nem normális demokrataként működteti az országát, hiszen megvan hozzá a többsége. Minuto a ora, neosintagmatis Hungaria. Elnök úr, az új magyar alkotmányt tegnap az Európai Bizottsági Jogi Szolgálata jogsértőnek, az európai szerződéseket megsértőnek ítélte. A jogsértést be kell fejezni, pozitívan meg kell változtatni ezt az alkotmányt, a kifogásolt részeket. Azt is hallottuk, hogy a magyar kormány készen áll erre. Ha ez nem történik meg, akkor az Európai Bizottságnak intézkedéseket kell tennie, hogy megszülessen a kompatibilitás az európai jogszabályokkal. Nem, senki nem a magyar nép ellen lépít fel, senki nem a nemzeti szuverenitást akarja megsérteni, vagy az integritást, hanem azok ellen a politikusok ellen lépünk fel, akik megsértik a polgárok jogait, vagy nem tartják be az egyenlő elbánásra vonatkozó szabályokat, a Nemzeti Bank függetlenségére, vagy az adatvédelmi hatóság függetlenségére vonatkozó szabályokat. De más alkotmányos módosításokról sem szabad megfeledkeznünk. Nem csak a médiában kell, hogy folyjon a vita, hanem minden fórumon a szükséges módosításokról beszélnünk kell. Lejárt a másfél perce, hozzászólna Kurski úr következik. Nem tartfúr. Köszönöm szépen. Manfred, nincs két helyem afelől, hogy te meggyőződéses hív vagy a jogállamiságnak. Németországban létrehoztak egy nemzeti bírói hivatalt, amely kinevezi a bírókat, illetve az ügyelosztást is ez a hivatal végzi, és egy úgy hölgy vezeti ezt a hivatalt. Talán, ha tudod, mondd meg, hogy ki ez a hölgy. Ha nem, akkor kérd meg a szomszédodat, Szájérő, hogy a feleségéről van szó. Ez egy nagyon furcsa dolognak tartom, hogyha az igazságszolgáltatás függetlenségéről beszélünk. És ezzel két percre megadom a szót López Aguilar úrnak. Tisztelt elnök úr! Van, aki figyelmen kívül hagyja, hogy az Európai Unió nem csak pénzügyekről és piacokról szól, hanem értékekre és elvekre épül az Európai Unió, és válságidőszakát éljük az Európai Unióban. Ez nem csak az eurót érinti, illetve az, hogy ezzel mit kezdünk, hanem az értékeinket és az elveinket is érinti. Jelenleg a nacionalizmus újra felbukkanásától félünk, az Európa azonban nem konfrontációra épül. A tagállamoknak össze kell fogniuk, és amikor problémák vannak, problémák merülnek föl, akkor ezeket meg kell oldani.
Mindenki lehet hibás, mindenhol lehetnek problémák. Magyarországról beszélünk most, és 500 millió európai állampolgárt képviselünk, de van 10 millió magyar állampolgár is ezek között. Semmi kifogásunk nincs a magyar nép ellen, illetve a kormány ellen, nem. A magyar állampolgárok jogairól, mint európai állampolgárok jogairól beszélünk, illetve a parlament jogáról, miszerint kimondhatja, hogy a demokrácia nem csak a többség védelméről, hanem a kisebbség védelméről is szól, nem csak etnikai, hanem politikai kisebbségekre is gondolok. Illetve a demokrácia azt is jelenti, hogy független bírói szervezetekkel kell rendelkezni, illetve ellenőrizni kell, az igazságszolgáltatásnak ellenőriznie kell a törvények betartását. És természetesen ott van a bizalmasság kérdése, a magánjog kérdése, az információhoz való jog, és a kormány ezekben nem szólhat bele. Média pluralizmust kell biztosítani, hogyha valós demokráciát akarunk látni. 500 millió állampolgárt képviselünk, és azt várjuk el a miniszterelnöktől, hogy ezen európai értékek mellett törjön láncsát. Hiszen amikor a szerződés ratifikált, akkor ezt írta alá ezzel. Köszönöm szépen. Egy kérdést szeretnének föltenni, hogyha hajlandó erre válaszolni. Álvaro úr, szó. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Miután a 15-ből 14 kék kártyát eltettek, én maradtam egyedül. Nos, Weber úr a néppártot képviseli, a jogot, rendet akarja védeni, de most legalábbis a hetedik cikk első bekezdés alapján komoly jogi vizsgálat alá kellene vetni ezeket a kérdéseket, hogy tiszta jogi megoldás szülessen. Talán meg tudja magyarázni nekem azt, hogy Weber kollega miért nem támogatja ezt? Señor López Aguilar, ¿quiere usted hacer algún... López Aguilar úr szeretne reagálni erre a kékkártyás kérdésre? Azt hiszem, hogy itt az eljárás egy érdekes fordulatot vett, de azért kérem, hogy röviden, nagyon röviden válaszoljon, mert nagyon hosszú még a felszólalók listája. Aguilar úr. Nos, azt hiszem egy vagy két perc áll rendelkezésemre. Ez nem elegendő ahhoz, hogy az alkotmány, illetve más törvények konkrét jogszabályaira utaljak. Azonban ki kell, hogy mondjam, az alkotmányt, a magyar alkotmányt alaposan elemezni kell, és erre készen állunk, és a LIBE bizottság pontosan ezzel foglalkozik. A hetes cikkely aktiválása azt jelenti, hogy ellenőrizhetjük, hogy a magyar alkotmány megfelele az Európai Unió értékeinek. Hogyha nem így van, akkor ezzel a parlament foglalkozni fog. Lambsdorff úrja szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterelnök úr, egy dolgot szeretnék tisztázni. Magyarország nem fehér Oroszország, ön nem Chávez. Magyarországon jól lehet élni, de vannak aggályaink, súlyos aggályaink. És a kritika nagyon is konkrét, ezt kérte Manfred kollega úr. Ön azt mondta, hogy nem érte bírálat az alkotmány. Most a sarkalatos törvényekkel tulajdonképpen kétharmados többséggel lehet csak ezeket megváltoztatni. A másik dolog az egykulcsos személyjövedelem adó. Én liberális vagyok, én ezt támogatom tulajdonképpen, de nem tudom elfogadni, hogy politikai vita tárgyával tegyünk egy adóügyi kérdést, és alkotmány rangjára emeljük ezzel a polgárok demokratikus választási jogát sértem, azt a jogát, hogy következő alkalommal egy másik kormányt választhassanak, aki majd ezt mindezt megváltoztatja. Tehát egy demokratikus vitát kell elő lefolytatni, a demokráciát nem lehet kiürisíteni, és mi ezért veszük ezeket a kérdéseket ilyen komolyan. Egyébként ön azt is mondta, itt van az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos kérdés, itt is vannak tények. A miniszterelnök azt mondta, hogy mindent megtett az államháztartás konszolidálása érdekében. Akkor hogyan lehet 300 bíró nyugdíjkorhatárát levinni 62 évre? Ez nagyon sok pénzbe kerül az országnak. Persze újra be kell majd tölteni ezeket a helyeket. Azt hiszem, hogy el tudjuk érteni, hogy ez hogyan fog történni. Egy évvel ezelőtt kritizáltuk a média
törvényt, megszűnik a klubrádió, nem kapta meg a frekvenciát. Nos, miniszterelnök úr, ön azt mondta, és írt Barroso úrnak egy levelet is arról, hogy nyugodtan meg kell vitatni ezeket a kérdéseket. Ma a Bild Zeitungnak azt mondta, hogy meghajlik az erő, de nem az érvek előtt. Köszönöm, Lambdorff úr, elnök úr, biztos úr, tanácsképviselőre, Orbán úr, képviselőtársaim, különösen néppárti kollégáimhoz fordulok. Meghökkent, megdöbbent az, ahogy az Európai Néppárt foglalkozik a mai vitával. Jó néhány néppárti kollégát ismerek, akik nagyon kritikusan fordulnak azon tekintélyelvű szellem és gyakorlat ellen, amelyet Fidesz úr és Orbán a Fidesz és Orbán úr fejt ki Magyarországon, és sokan félnek abban az országban, ahogy Kombenit mondott, a politikai újságírók, melegek, tudósok, romák, és sorolhatnám. Vajon az Európai Néppárt soréból azon kritikus személyek, akik tartanak attól, hogy az európai szellemet megsértik, ahogy Barroso úr mondotta, akik tartanak attól, hogy közös értékeinket ássák alá Magyarországon, amelyet oly sokat harcoltunk. Orbán úr maga is 20 évvel ezelőtt, amikor miatt lehullott volna a vasfüggöny. Vagy önök közül miért nem szólal föl senki, megmondva Orbán úrnak? Azért vagyunk itt, hogy önnel együtt vitassuk meg, mit kell megváltoztatni az alkotmányban, a sarkolatos törvényekben, hogy a tekintélyelvű szellemet szüntessük meg, amelyet oly sokan tartanak Magyarországon. És nem csak az ideológiai baloldal beszél. Schiff András, Fischer Ádám zenészek, zeneművészek, vagy miért nem hajlandóak játszani? Megvonta az elnök a szót, nem működik a mikrofon. Voltaképpen nem ön a kérdés címzetje, azt hiszem. De kíván válaszolni? A szabályok megengedik. Igen, angolul válaszolnak. Ugye nem én vagyok Lambsdorff úr, de szívesen válaszolok a kérdésre. Nem a nők elleni diszkriminációról van szó. Biztosíthatom önt, hogy én védem ezeket a jogokat. A kérdés, hogyha Szájer úr egy férfival élne együtt, akkor ugyanez a helyzet volna, és azt nevezné ki. Hanem arról van szó, hogy a Fidesz alapítói, Szájer úr, felesége, Orbán úr, sorolhatnám, ezek a személyek, és amit Orbán úr tesz, az, hogy kinevezte a bírósági hivatal elnökét, ahogy a médiahatóság elnökét is, szoros barátai Orbánnak, szoros szövetségésé a Fidesznek ezek az emberek. Ha pedig egy országban kétharmados többséggel bír valaki, akkor tudnia kell, hogy nagyon kényes a mérlegen van az, hogy barátait teszi-e ezekre a posztokra valaki vagy sem. Az elnök elvette a szót a felszóltól. Van Dallen úr, következik egy percre. Elnök úr, a magyar parlament nagyon gyorsan fogadott el sarkalatos törvényeket, és az új alkotmány tulajdonképpen az élet és a házasság alapelveit rögzíti. Orbán úr egy új irányt követ, szakította a kommunista múlttal, és ez nagyon jól van így. De vigyáznia kell Orbán miniszterelnöknek, hogy ne essen ugyanabban a csapdában, mint kommunista elődei, abban, hogy a társadalmat teljesen ellenőrizni akarra. Szabadságot, felelősséget kell vállalni, és aggódom amiatt, hogy a magyar bankokat egyre inkább akarják befolyásolni, és nagyon sok új szabályt alkottak meg. Az a gondolat, hogy most valaki azt akarja, hogy függesszék fel a Magyarország tagságát, ez egy ilyen liberális butaság, várjuk, hogy mi történik Magyarországon, most a labda a magyar térfélen van, várjuk meg, mi lesz. Köszönöm a szót, elnök úr. Én minden esetre örülök, hogy ma itt van Orbán Viktor miniszterelnök úr. Európa párbeszédről szól, és ez egy lehetőség a párbeszédre, annak ellenére, hogy azt nyilatkozta, hogy az erő előtt hajol meg, és nem az érvek előtt, azért remélem, hogy az érvekre is figyel. Az otthoni kommunikáció meglehetősen ellentmondó. Részben azt mondja a kormány, hogy csak apró technikai változások kellenek, részben azt, hogy a nemzetközi baloldali összeesküvés, a baloldal hazugságai azok, amelyekkel szemben meg kell védenie miniszterelnök úrnak Magyarországot. Magyarországot nem kell megvédenie, mert a kritikák nem Magyarországnak szólnak, hanem önnek, az önpolitikájának.
amely elidegeníti a partnereinket, elszigeteli az országot, rontja Magyarország érdekérvényesítési lehetőségeit, és ez bizalmatlanságát növeli az adósságaink felárát, rontja a forintot. Magyarország önként csatlakozott az Európai Unióhoz, nem az ereje előtt hajolt meg, egyetértett értékeivel és a demokráciával. Demokráciát, társadalmi békét, kiegyensúlyozott kereteket a sokszínűségéhez, a természetes módon létező konfliktusok békés megoldásához, a társadalmi összetartozáshoz. Ezeket szerette volna. És épp ez a baj az alaptörvénnyel, a társadalmi konfliktusok békés megoldását garantáló intézmények függetlenségét ássa alá ugyanis. Ezért nem apró hiba, hanem a demokrácia elleni merénylet az adatvédelmi ombudsman hivatalának idő előtti felszámolása, a legfelsőbb bíróság független és kritikus elnökének eltávolítása, ahogy az alkotmánybíróság kompetenciájának beszűkítése, a szegények megbélyegzése, bűnözőként kezelése, a közmédia kormányzati kontrollja. Demokratikus fékek és ellensúlyok nélkül társadalmi robbanás fenyeget. Lehet, hogy kétharmada van önnek, miniszterelnök úr, Magyarországon a parlamentben, de a megkérdezettek 84%-a mondja ma azt, hogy a rossz irányba mennek a dolgok az országban. A mai vita a magyar közmédia függetlenségének a próbája is. Kiegyensúlyozottan tudósítja az itteni vitáról. Ezért megkérem a parlament média szolgálatát, hogy monitorozza a mai vita megjelenését a magyar közmédiában, és vesse azt össze a nemzetközi média visszhanggal. Köszönöm. Herzlichen Dank. Die nächste Rednerin ist Frau Intfeld für die ALDE Fraktion. Köszönöm, Intfeld asszony az ALDE képviseletében másfél percben kap szót. Köszönöm, elnök úr. A mai vita nem Magyarországról szól voltak éppen, és különösen nem Orbán úrról, hanem Európa lakmusz tesztje. Magunknak kell feltennünk a kérdést, hajlandóak vagyunk-e megvédeni közös értékeinket, amikor eljönnek ideje, amikor támadás éri ezeket? Vagy azok a szabályok, amelyeket a szerződésekben, az alapjogi chartában és az európai jogszabályokban leírtunk, betartathatóak-e? Ezt a kérdést kell feltegyük ma magunknak. Ahogy Verhofstadt frakció elnök mondotta, nem arról van szó, hogy egyes intézkedések ellen felszólalunk, hanem egy kumulatív hatása van mindezen intézkedéseknek, amelyek indokoltá teszik a hetes cikkbeli eljárás elindítását. Nagyon meglep a néppárt magatartása, mert ha igaz az, hogy minden vád a magyar kormány ellen hazugság, és csak a sajtó találta ki ezeket, akkor a hetes cikk kiváló alkalom volna arra, hogy bizonyítsák ezt, hogy nincs igaza ezeknek a vádaskodóknak. Ha meg a ház másik felére nézek, a szocialista frakció támogatását kérem, hogy a liberális és a zöld frakció javaslatát a hetedikre való eljárás megindítására kapjuk meg. Elnök úr, ez a vita nem szabad, hogy eltérítsen bennünket annak belátásától, hogy majdnem minden európai uniós tagállamban vannak jogsértések. És amikor a Görögországról szóló vita az eurózóna kockázatáról szólt, a mai vita is róla is elmondott, hogy nem Magyarországról van szó elsősorban, hanem azokról az értékekről, amelyeket vallunk, és akkor a kérdésről, hogy hajlandóak vagyunk-e megvédeni ezeket. EFT frakción, Herr Paska. Köszönöm szépen, Paska úr, az EFT frakció nevében. A parlamentu, vážený pán predseda komisie, vážený... Tisztelt bizottsági elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, az önkormány által végrehajtott jogalkotási változások feszültséget okoztak a bizottságban és a parlamentben is, azért, mert a szakértők úgy vélik, hogy Magyarország és az Európai Unió között a kapcsolatot ez megkérdőjelezi. Tudom, hogy nem kellemes ezt hallani, Orbán úr, hogyha nem kellene azonnal a csődbe jutott gazdaságot megvédeni, akkor lehet, hogy az ön hibáiról szóló vitát nem igazán hallgatná örömmel. Azonban kritika illeti az európai partnerek részéről, és ahogyan Kovács úr elmondta, legjobb lenne, hogyha a szomszédainkat katonai erővel kezelnénk. Azonban segíteni kell a magyar népnek, nem pedig annak a kormánynak, amely uralja Magyarországot. A szocialisták részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr. Ma
nem politikusként, nem baloldali vagy jobboldali politikusként szólok, hanem volt újságíróként, és a média szabadság aggaszt. Nagyon sok jelentést olvastam, amelyet újságíró szövetkezetek adtak ki, aggódnak a független újságírás jövőért Magyarországon. A média jogszabály nem felel meg az európai szabványoknak, amelyek előírják a média szabadságot. Ez minden európai állampolgárt érint, aki hisz a demokráciában, az alapvető emberi jogokban és a szabadságban. Orbán úr hogyan magyarázza azt, hogy a média tanács, amelynek egyetlen egy ellenzéki tagja sincsen, eltörli az egyik utolsó ellenzéki rádiót, illetve magas bírságokat szab ki. Hogyan magyarázza azt, hogy a belügyminiszter megfenyegetett egy újságírót, aki Barroso levelét közé adta blogján? A miniszter azt mondta, hogy ez a magánjog megsértése, és az újságírót börtönbüntetéssel fenyegette. Ilyen tényeknek nagyon mély hatása lehet a médiaszabadságra, illetve félelmet kelthet az újságírók között. Nem lep meg az, hogy ma Magyarországon a média a bizottság jelentéséről, mint általános dologról szól. Felkérem, hogy tartsa tiszteletben a demokratikus értékeket, és az elnök félbe szakítja hozzá. Köszönöm, Michel képviselő, az ALDE képviseletében kap szót. Köszönöm szépen, bizottsági elnök úr, miniszterelnök úr. Nem vagyok baloldali, liberális vagyok, európai demokrata, és semmilyen összeesküvésnek nem vagyok tagja, semmilyen rossz irányú lépésnek. Az a politika, amelyet ön folytat, miniszterelnök úr, halálra ítéli a demokráciát. Európa értékeivel, illetve a szerződésekkel ellentétesek az új törvények, és a demokrácia aritmetikáját nem tartják tiszteletben. Nem vezethet ez az többség önkény uralmához, hiszen ez a demokrácia fogalmának megsértése, gondolok itt a médiaszabadság, az igazságszolgáltatás függetlensége, a rendőri szervek függetlensége, a központi bank függetlensége kérdésére, illetve a félelem politikájára, valamint arra, hogy kihasználja matematikai többségét, és nem engedi, hogy a vélemény szabadságának jogát érvényesítse a nép. Ez pedig nem felel meg az európai értékeknek, és természetesen ez egy nagyon súlyos eltérés. De van még valami, ami rendkívül fontos ebben a vitában, és ezt nagy együttérzéssel mondom néppárti barátainknak. Köszönöm, Michel úr. Elnök úr, szeretném elmondani, hogy mennyire örülök annak, hogy egy nagyon fontos politikai kérdésről beszélünk, a szolidaritásról itt az Európai Unióban. Ugyanakkor egy éve alatt harmadik ízben foglalkozunk a magyar kérdéssel, és meg kell nézni, hogy milyen populista tendenciák vannak, de ez az európai demokrácia kérdésére vett fényt, és ez pedig egy nagyon súlyos kérdés. Tiszteletben kell tartani a közös szabályokat minden tagállamban, és olyan országnak, amely erről az útról letér, fel kell hívni a figyelmét a korrekciós lépésekre, illetve arra, hogy megfelelően járjon el, ugyanúgy, mint akkor, amikor a demokratikus elveket érvényesítenie kellett. Szankcionálhatják a tagállamokat akkor, hogyha nem alkalmazzák a költségvetési fegyelmet. Természetesen a bizottságnak megvan joga arra, hogy jogsértési eljárást indítson. Azt hiszem azonban a jogi aspektusokra is oda kell figyelnünk, hiszen más kérdések is felmerülnek, szociális kérdések. A parlament, a bizottság és a tanács mit mondanak? Nos, azt látjuk,
Látjuk, hogy a tanács némi kivétellel csendben van. Nos, remélem, hogy ez a mai vita üzenetet ad majd a magyar népnek. Ki mondja azt, hogy a parlament nem hagyja figyelmen kívül őket, illetve nehézségeiket. Köszönöm, elnök úr. Helyen való az, hogy az Európai Bizottság most lép, és jogi elemzést indít, megvizsgálva e kérdéseket. Azonban ez nem elégséges. A fő gond tűnik nem az, hogy európai jogszabályokat sértenek meg, hanem politikai problémák vannak. A konzervatív magyar kormány az a játékszabályokat, az alapvető demokratikus játékszabályokat nem tartja tiszteletben. Az új jogszabályok egy sor demokratikus intézményt sem istenek meg. Nem csak azokat, amelyeket megnevezett az Európai Bizottság. Az emberi jogok, a média függetlensége, a fenyegetés tárgya. Nem egyfajta baloldali összeesküvés folyik Magyarország ellen, nem erről van szó, hanem az alapvető demokratikus értékek érvényesüléséről, amelyet Európa egészében be kell tartanunk Magyarországon is. A magyarok jobbat érdemelnek, mint azt, amit a magyar kormány és Orbán úr most ad nekik. Vannak persze más kormányok is, amelyek nem éppen kiválóan működnek, és úgy tűnik az európai konzervatív kormányok zárják soraikat, nem engedik meg a bírálat érvényesülését soraikban az Orbán kormánnyal szemben. Ezzel a helyzettel kell szembesülnünk, és ha továbbra sem hallgatják meg a felvetéseinket, akkor a szankciók kell, hogy következzenek. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Pontosan a magyar nép történelme miatt különösen tragikus az, hogy most a saját kormányuk az, aki a magyar polgároktól nagyon fontos jogokat von el. És még akkor is, hogyha egy pártot tényleg mondjuk az összes választásra jogosult kétharmada választana meg, akkor különleges felelősséget kellene viselnie egy demokratikus rendszerben, biztosítani kellene azt, hogy a politikai kisebbség is a saját álláspontját kifejtesse a médiában. Különös felelősség az, hogy az igazságszolgáltatásban, a médiában a politikai kisebbség képviselve legyen. Ez a demokratikus rendszerek alapelve, és tragikus, hogy ez nem így van Magyarországon. Az, hogy ma is le kell folytatnunk ezt a vitát, és nagyon jó, hogy ez megtörténik, nem csak amiatt van, ahogyan cselekszik a magyar kormány, hanem amiatt is történt ez, hogy a tanács sem Magyarország esetében, sem más helyzetekben nem volt képes egyértelműen állást foglalni, és az európai értékeket középpontba helyezni. És ez az Európai Bizottság bűne is, a szerződés őreként ezt képtelen volt megtenni. Itt az igazságszolgáltatás függetlensége kapcsolatban nem azt kell vizsgálnunk, hogy a diszkrimináció ellenes törvénnyel összhangban van-e a nyugdíjkorhatárral kapcsolatos rendelkezés, hanem az egész csomagot kell látni. Meg kell vizsgálnunk, hogy helyes-e az a feltételezés, hogy jövőben csak egy párt hívei képviseltetik magukat különböző testületekben. Végül még egy megjegyzés, elnök úr, nem fogok kétszer annyi ideig beszélni, mint Verhofstadt úr, csak egy mondatot. Azt hiszem, hogy különösen a jelenlegi, különösen nehéz helyzetben, amikor hatalmas kihívásokkal kell leküzdenünk, minden tagállamnak, minden polgárra szüksége van az Európai Uniónak, és az elnök félbeszakítja a Szippel asszony. Danke, Herr Vorsitzender. Som den danske statsminister nævnte i sin formandskabstale. Tom Zen képviselő. Köszönöm. Ahogy a dán miniszterelnök elmondotta mai beszédében, az Európai Unió a jogállamisága, a demokrácia értékén alapul. Ez hozta létre a békét Európában, ez egyesíti Európát. Meg kell védjük ezen értékeket, ez a kötelességünk, különösen válságos időkben, mint a maiak, amikor kihívások érik azokat. A mai magyarországi fejlemények aggályokra adnak okot. Azok nacionalista erők, amelyeket Orbán úr vezet, azzal fenyegetnek, hogy aláássák a hatalmi ágak szétválasztását és a demokrácia működését. Az Európai Bizottság jelenlegi bírálatát, Orbán úrral szembeni bírálatát a Nemzeti Bank függetlenségének tárgyában fogalmazta meg,
a bírósági hivatallal kapcsolatban is, és azzal kapcsolatban, hogy akkor, amikor az európai államok növelik a nyugdíjkorhatárt, ők Magyarország csökkenti a bírák tekintetében. Mindez ez egyfajta kísérlet arra, hogy saját kényekedve szerint szabja meg az ország a párt érdekei szerint a bíróságokat. Azt is látnunk, hogy a homoszexuálisok és a romák ellen diszkrimináció folyik, és az Orbán kormány a sajtó szabad működését sem engedi. A nők jogaival kapcsolatban hagy biztosítsam önöket arról, hogy a magyar abortusz törvény alakulását is nagy figyelemmel kísérjük. Az igazi demokrácia a kisebbségek jogait is tiszteletben tartja, és a kritikus hangú sajtót, az ellenzéket is működni hagyja. Magyarországon nagyon sokan tüntettek a kormány politikája ellen, nem támogatják ezt a politikát. A magyar állampolgárok a jogállamiságért, a demokráciáért harcolnak. Tisztelt elnök úr! Amikor európai értékekről beszélünk, akkor nem lehet baloldali vagy jobboldali nézőpontot érvényesíteni. Ezért nagyon meglep néppárti kollégáim álláspontja, akik pártpolitikához folyamodnak, a helyett, hogy az európai értékeket védenék. Itt egy sokkal komolyabb kérdésről van szó. Magyarországon, ami Magyarországon történik, az más tagállamban is megtörténik, Bulgáriában, Romániában, illetve máshol. Ezért az Európai Bizottság jelenlegi intézkedései rendkívül fontos jelzést adnak mindenki számára, aki erre az útra kíván lépni. Bulgáriában például választások voltak nem régiben, és ezek már ami a demokráciát illeti, kétségesnek bizonyultak. Nehézségek vannak más országokban is. A szabályozó hatóságok függetlenségét illetően. Bulgáriában a szabályozó testületek egy részének vezetőit menesztették, és a kormányon levő párt tagjai vették át a helyüket. Mindezt figyelembe kell vennünk, észben kell tartani, az európai értékekről beszélünk. És attól, hogy valami legális, nem jelenti azt, hogy jól mutatja az értékeinket. Köszönöm szépen, meghallgattuk Orbán miniszterelnök magyarázatát a pénzügyi és gazdasági válságot illetően Magyarországon. Ez a válság azonban nem adhat kifogást arra, hogy a populizmusnak teret adjon, amely sérti a demokráciát, hiszen ez a populizmus diszkriminációhoz vezet. Ami Magyarországot illeti, aggodalmaimnak adtam hangot, az állampolgárok jogainak sérülését illetően. Miniszterelnök úr, azt kell, hogy mondjam, hogy szélsőséges retorikája veszélybe sodorja a regionális stabilitást, hiszen a kisebbségek, az etnikai kisebbségek együttélését veszélyezteti. Miniszterelnök úr, el kell, hogy mondja nekünk, hogy mit gondol az autonómia kérelmeket illetően. Erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy csatlakozzunk az Európai Unióhoz, és a régió stabilitását biztosítsuk. Önnek ezeket az erőfeszítéseket kell folytatnia, és nem kelthet gyűlöletet ez a régió, nem lehet Európa puskaporos hordója. Romániában tüntetések vannak, és nagyon sokan a kormány távozását követelik. Olyan kormány ez, amely a demokrácia hiányosságait mutatja. Kjotová képviselő kap szót a szocialista frakció nevében. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! A mai vita nem Magyarország ellen szól, és nem egyedül a magyarországi helyzetre vonatkozik. Drasztikus reformokat hozott az Orbán kormány, és ez provokáció az európai elvek ellen. Az Orbán politika
teszteli a világot a populizmus elleni harc és a demokrácia elleni lépések szintjén. Ez nem egyedüli magyar modell. Hallottunk Bulgáriában a választási csalásokról, a bulgáriai romákról, az olaszországi problémákról, hogyha az Európai Bizottság nem korlátozta volna magát csak kozmetikai változtatásokra, ami a magyar média törvényt illeti és a bizottság ajánlásait, akkor ma nem lenne ez a vita. Mire van ma szükségünk? Stabilitás, a demokrácia stabilitásának paktumára, mert a gazdaság és pénzügyi válság után most politikai válság van. Az elmúlt egy évben rengetegszer hallottunk itt a parlamentben arról, hogy Magyarországon, de nem csak Magyarországon, hanem Romániában és Bulgáriában is antidemokratikus tendenciák indultak el. Nyitott konfliktusok jelentek meg azokkal a jogi alapokkal szemben, amelyek Európát irányítják. Az elmúlt évben egyre több ilyen esetről hallottunk, és a bizottság döntése az, hogy a kötelezettségszegési eljárásokat elindította, ez csak megerősíti azt, hogy valóban jogosan aggódtak, akik aggódtak. Az elmúlt évben a nemzeti parlamentek nem megfelelően működtek, a szakszervezeteket visszaszorították, a sajtószabadságot nem tartották be, sem Magyarországon, sem pedig Romániában. Ilyen feltételek mellett és ilyen körülmények között Reding biztos asszonytól mindenképpen meg kell kérdeznem, hogy vajon Barroso elnök is a baloldali konspiráció tagja-e, vagy pedig hajlandó fellépni. Úgyhogy megkérdezném a bizottságtól, hogy foglalkozik-e ezekkel a dolgokkal, és hogy miért maradnak csöndben, amikor ilyen szörnyűségek történnek. Köszönöm szépen, elnök úr! Arról beszélünk, hogy Magyarországon folyik a demokrácia megdöntése, de nagyon hasonló a helyzet Romániában is, és mindkét helyzet hasonlít az olaszországi Berlusconi korszakra. Romániában azt láthatjuk, hogy az autoriter populizmus felütötte a fejét, és az elnök kezében összpontosítja a hatalmat. Ennek a jobboldali populizmusnak a mantrája ugyanaz minden egyes esetben. A vezetői úgy gondolják, hogy mivel megnyerték a választásokat, azt tehetnek, amit csak akarnak az ország alkotmányos struktúrájával. Éppen ezért a többség érdekében a missziót teljesítették. Ugyanazok a célok mindenhol, az alkotmánybíróság, a parlament, az úgynevezett baloldali sajtó, ezek a célpontok. Felháborító, hogy azt látjuk, hogy Romániában egy kormány a rendőrséget és a titkosszolgálatokat használja fel a politikai ellenfelek megfélemlítésére, korlátozza az alapjogokat és hamisítja a választások eredményét. A propagandát felhasználja, és a román sajtót fenyegetésnek tekintik a nemzetbiztonságra nézve, akár csak a terrorizmust és a bűnözést. És azt láthatjuk, hogy egy EU-s országban egy militári struktúrával rendelkező szolgálat rendez választásokat, Bazescu parancsait követve. Emberek ezrei tüntetnek minden román város utcáján a kormány ellen, hogy az alapjogaikat védjék. Egységesen kellene fellépnünk, hogy az összes eszközt felhasználjuk, hogy fellépjünk az unió ilyen fenyegetéseivel szemben. Köszönöm szépen, Arlaki úr, most pedig Triantafilidis úré a szó. A GUE frakció nevében parancsoljon. Köszönöm, hogy alkalmat kaptam arra, hogy befejezzem a beszédemet, amelyet korábban megszakítottak. Az előbb már azt kezdtem mondani, hogy ez a három eset, a bírák nyugdíjazása, a központi bank függetlensége és az adatvédelmi hatóság függetlensége nem szabad, hogy más alkotmányos változtatásokat bárnyékoljon, és nem csak a médiumokra kell összpontosítani, hiszen más alkotmányos változtatások is vannak, például a munkatörvénykönyve, azután a gyülekezési vagy szakszervezetek létrehozásának szabadsága, hiszen a munkatörvénykönyve a munkáltatóknak kedvez. Most
általános gazdasági hanyatlás van más országokban is, a válság, ennek következményei, bizonytalan jövő, munkanélküliség. A bizottság őrzi a szerződéseket, és más tagállamokra is oda kell figyelnie, ahol azt a trendet figyeljük, hogy az állampolgári jogokat csorbítják. Köszönöm. Amire én utalni szeretnék, az a következő. Itt nem a gazdasági helyzetről, a magyar gazdasági helyzetről beszélünk, és nem is a korábbi kommunista rendszerről, hanem nem ezen kérdésekről, és még csak nem is a pénzügyi válságról van most szó, hanem arról, hogy Magyarország az Európai Unió tagjaként eltávolodott a jogállamiság útjáról, elhagyta ezt az utat, itt most erről van szó. És nem férhet kétség ahhoz, hogy Magyarország a közösségi értékeket törvény útján hatályon kívül helyezte. Nem csak a jegybank függetlenségét szüntette meg, az igazságszolgáltatás függetlenségét, hanem meg kell fontolnunk azt, hogy a panasztételi jogot is felfüggesztették. A legfelsőbb bíróság már nem az alkotmány, az alkotmánybíróság már nem az alkotmány védelmét szolgálja. És mindezen pontok az európai jogokkal, az európai értékekkel való szakítást jelentik. A kérdés az, hogy mit teszünk. Én másokkal ellentétben nem azt követelem, hogy az egyszerű jogsértési eljárást érvényesítsük, ahogyan azt a bizottság kérte, hanem szerintem a hetes cikket kell érvényesíteni, mert itt arról van szó, hogy egyértelműen veszélybe kerültek az EU alapértékei. Köszönöm szépen! Pán predseda, ja by som rád v túto chvíľu upozornil ešte na jeden problém. Szeretném felhívni a figyelmüket egy nagyon fontos problémára, amelyre több alkalommal utalást tettek már. Az a probléma, hogy az új alkotmány értelmében, amelyet ugye a demokrácia hiánya miatt bíráltak, megnyílt az út egy további destabilizáló lépés előtt, ugyanis az etnikai kisebbségeknek, a szomszédos országokban élő etnikai kisebbségeknek szavazati jogot biztosítottak, akiknek magyar állampolgárságot nyújtottak az etnikai kisebbségek tagjainak. Ez nem lett volna szokatlan, ha valakinek vagy a családtagjának állandó tartózkodási helye lenne Magyarországon, vagy munkaviszonya, de ezt az állampolgárságot pusztán etnikai elvek alapján adják. És ezek az elvek destabilizálják a térséget, és meggyőződésem, hogy a bizottság szembenéz majd ezzel a problémával. Meglep, hogy kollégáim a néppártból nincsenek tisztában ezzel, hiszen ez a nacionalizmusnak egy szele Magyarországon, ami egy ország visszatekint a 19. századra. Köszönöm szépen. Tavares képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó néhány kollega itt a néppártból azt mondták, hogy ezeket a törvényeket és az alkotmányt többség hagyta jóvá Magyarországon, de ne feledkezzünk meg valamiről, mert a demokrácia nem csak azt jelenti, hogy a többség nyer, hanem a demokrácia fenntarthatósága is kockán forog. Az intézmények most a gazdaságok fenntarthatósága miatt aggódnak, de aggódniuk kell a demokráciáink fenntarthatósága miatt is. Ez nem egy páratlan vita itt, ahogyan ezt egy néppárti kollega mondta, hanem ez egy valódi európai vita, amely azt hiszem mindannyiunkat érint. Éppen ezért kérem, azt is mondják, hogy ez a bizottság számára egy fontos vita. A bizottság meggyőződik arról, hogy jogsértési eljárás indokolt a technikai okok miatt, de vannak más kitételek, és az Európai Parlament azonban nem él a hetedik cikkely nyújtotta lehetőségekvel. Itt egy sárgalapról van szó, tehát egy figyelmeztetésről, amelyre akkor kerül sor, hogyha az alapjogok veszélybe kerülnek. Itt politikai jogokról van szó, de meg kell győződnünk arról a helyszínen, hogy a hetes cikk értelmében sérülnek-e a jogok.